Hírek röviden, köszöntöm Önöket! Sportegyesületi fórumot rendezett a Sportegyesületek Országos Szövetsége Nyíregyházán. A cél az volt, hogy minél többen ismerjék meg a sportszakmai érdekvédelmi szervezet munkáját, valamint kapcsolódjanak a Hiszek Benned programhoz, amely pályázat útján támogatást nyújt a sportegyesületeknek. Műfüves labdarúgó pályán, műanyag burkolattal ellátott kosárlabdapályán és egy szabadtéri kondiparkban is sportolhatnak mostantól a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnázium diákjai. A fejlesztés több mint 70 millió forintba került. Negyed évszázada végez vízi közmű szolgáltatást a Nyírségvíz ZRT. A társaság működési területe az évek során folyamatosan bővült, jelenleg közel 90 településen vannak felhasználói. A jubileum alkalmából közös előadást rendezett a Nyírségvíz és a Magyar Hidrológiai Társaság megyei szervezete. Prost Heidelberg címmel nyílt kiállítás a Sipkai Barna szakgimnáziumban. A heidelbergi sörfőzdék és sörözők történetét mutatja be a tárlat, amely december 5-ig tekinthető meg az iskola aulájában. A 8 közé jutás volt a tét a férfi kézilabda magyar kupában. A nyíregyházi KC az élvonalbeli Ceglédet fogadta, és az első félidőben meglepte ellenfelét. A 13. percben 4 góllal is vezetett a házigazda, a játékrész hajrájában azonban egy nagy rohammal fordított a Cegléd. A második felvonás elején tovább nőtt a különbség, a vendégek pedig a folytatásban megtartották előnyüket, így 32-28-ra győztek. Az NKC pedig ezzel búcsúzott a magyar kupától. A csapat vasárnap a lista vezető Békést fogadja bajnoki mérkőzésen. A Vác ellen lép pályára idegenben a hétvégén a Nyíregyháza Spartakusz. A csapat győzelem esetén akár a 3. helyre is feljöhet. Az utánpótlás csapatok számára rangos tornákat szervez a klub. A mérkőzések már szombaton elkezdődnek. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon a nyiregyhaza.hu-n.